Költségvetés 17,8 milliárd forintból gazdálkodik idén Paks. Elismerés a tisztes polgár kitüntetésről is döntött a képviselőtestület. Kutatás ismét érdekességekre bukkant a Családfa Kutatóklub. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. 17,8 milliárd forint ekkora összegből gazdálkodik idén Paks. A város 2022. évi költségvetésének elfogadása kapta a legnagyobb figyelmet a keddi képviselőtestületi ülésen. Paks polgármestere a költségvetés kapcsán azt mondta, a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban van, a 140 oldalból álló dokumentum a fenntarthatóság és fejlődés jegyében született meg. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót és a közérdekű bejelentéseket követően Paks képviselőtestülete rátért a keddi ülés napi rendi pontjaira. Az egyik legnagyobb hangsúlyt, ahogy az várható is volt, a város 2022. évi költségvetése kapta. Paks város önkormányzata az idei évben 17,8 milliárd forintból gazdálkodik. Maratonira sikerült a költségvetési rendeletnek a tárgyalása. Mintegy 3,5 órán keresztül tartott a napi rendi pont megvitatása. Az ellenzék módosító javaslattal élt, a Paksi Deák Ferenc Egyesület takarékosabban bánna a rendelkezésre álló pénzzel. 17,8 milliárdos költségvetésünkben több mint 12 milliárd megy el működés, és kb. 5 milliárd van felhalmozásra, tehát beruházásra, felújításra. Ez sajnos azt jelenti, hogy a költségvetésünk nagy részét feléljük, hiszen működésre megy el minden. Paks polgármestere úgy reagált, az ellenzék a város üzemeltetéstől több 100 millió forintot csoportosított volna át beruházásokra, így pedig Szabó Péter szerint családok kerülhettek volna bizonytalan helyzetbe. Akár még elbocsátásokkal is járhatott volna az, ha hozzájárul ahhoz az önkormányzat, hogy 400 millió forintot leveszünk a városüzemeltetési sorról. Az ellenzék további költségvetést módosító indítványában az Életfa Idősek Otthona dolgozóinak bérét kívánta megemelni. Az elmúlt 2 évben ők voltak azok, akik bérfejlesztést nem kaptak, egy egyszeri juttatást kaptak csak az önkormányzattól, de azt gondoljuk, hogy őket jobban meg kellene becsülnünk, ezért gondoltuk azt, hogy 50 millió forint bele kell, hogy férjen egy 17 milliárdos költségvetésbe. Paks polgármestere szerint az otthon munkavállalóit eddig is megbecsülték, és ezután is számíthatnak anyagi elismerésre. Szabó Péter úgy fogalmazott, az ellenzék 50 milliós béremelésre fordítható javaslata sántít. Az egészségügyi pótlék az havonta szokott érkezni a MÁK kiközlése alapján, és év végére ez plusz 50 millió forintot jelent majd a Életfa Idősek Otthonában dolgozók számára, illetve az alapbér is. Az alapbért is a tavalyihoz képest idén 37 millió többlettel terveztük be. Tehát igenis anyagilag is szerettük volna, hogyha az Életfa Idősek Otthona és otthonában dolgozó munkavállalók anyagilag is érzik a megbecsültségüket. A módosításokat végül nem támogatta a képviselők többsége, a város 2022. évi költségvetését pedig 7 igen, 5 nem szavazattal fogadta el a testület. A legfontosabb az, hogy egyensúlyban van a költségvetés, 17 milliárd 800 millió forintról van szó, tehát a bevételi és kiadási főösszeg az ennyi egyensúlyban van. Amit kiemelnék, azok a bevételeink államháztartáson belülről, tehát állami támogatásként érkezik közel, vagy több mint 3 milliárd forint forrás. Kiemelném a közhatalmi bevételeinket, az adóbevételeinket, 7 milliárd forinttal tervezzük. A kiadási oldalon található összegek a város vezető szerint lehetővé teszik, hogy az intézményekben magas szintű szolgáltatásokat vehessenek igénybe a paksiak. Kiemelt figyelmet kapnak a büdzsében az egészségügyi intézmények mellett a köznevelési intézmények is. Szabó Péter úgy összegzett, a 2022. évi költségvetés 140 oldalból álló dokumentuma a fenntarthatóság és fejlődés jegyében született meg. Döntöttek az elismerésről is a képviselők, Gutai Istvánné és dr. Serdültné Benke Éva veheti át 2022-ben a tisztes polgár kitüntetést, erről zárt ülésen határozott Paks képviselőtestülete kedden. A díjat azok elismerésére alapították, akik a város életében jelentős szerepet töltenek be, személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült, köztiszteletben álló polgárai, valamint több mint 20 éve Pakson élnek.
Három felterjesztés érkezett 4 személyre, és úgy döntött az ad-hoc bizottság, majd a képviselőtestület is, hogy ebben a kitüntető címben, a tisztes polgár kitüntető címet Gutai Istvánné, Julika néni, szerintem nem kell senkinek bemutatni az ő paksi tevékenységét, illetve dr. Serdültné Benke Éva fogja megkapni. Szerintem az ő tevékenységét sem kell bemutatni a paksiaknak, ettől eltekintenék. Inkább most is megragadom az alkalmat úgy, hogy a testület ülésen, hogy innen is gratuláljak mind a két kitüntetetnek, és a március 15-i ünnepi műsoron, az ünnepi megemlékezést követően fogjuk átadni a kitüntetéseket. A képviselőtestület kedden több mint 10 témát tárgyalt. A döntésekről Szabó Péter polgármester és Szántó Zoltán alpolgármester tájékoztat a Testületi Tudósítások című magazinban. A képviselőtestületi ülés közvetítése teljes egészében visszanézhető a telepaks.hu oldalon. Így közlekedtek ti címmel hirdeti meg gyermekrajz pályázatát az ORFK, Országos Baleset Megelőzési Bizottság. A pályázatra óvodás, alsó és felső tagozatos iskolás kategóriában jelentkezhetnek a gyerekek. A rajzoknak a biztonságos, szabályos közlekedést kell bemutatniuk, külön témakör megkötés nélkül. Egyéni és csoportos alkotásokat is várnak a Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság Szekszárd Mészáros Lázár utca 19-21-es szám alatti címére. A pályamunkák beküldési határideje április 12-e. A legjobb alkotásokból kategóriánként 3-3 pályaművet díjaznak. Hollywoodi felmenő, távoli országokban élő rokonok ilyen érdekességekre bukkantak a paksi családfakutató klub tagjai, akik kedden a paksi Pákolic István városi könyvtárban tartották összejövetelüket. A tagok egybehangzóan állítják, hogy a családfakutatás annyira érdekes elfoglaltság, hogy aki egyszer elkezdi, nem bírja abba hagyni. Koncsics Vilma, ő aki csillaga is van Hollywoodban. Mutatja a családfáját Tihanyi Györgyné, aki az interneten szeret kutatni az anyakönyvek között. Az egyik digitális adatbázisra is előfizetett. A nagydorogi születésű Hollósi Erzsébet az egyik alkalommal döbbenten fedezte fel, hogy van egy világhírű néma filmszínésznő őse, Bánki Vilma, aki Koncsics Vilma névvel született. Van a nagydorogi temetőben egy olyan sírkő, hogy Hollósi Jánosné Koncsics Éva. Most ezt tudni kell, hogy nekem a lánykori nevem Hollósi. És mindig érdekelt, hogy vajon is rokon lehetett. No, és sikerült kideríteni, tehát az a bizonyos Koncsics Éva a Vilma édesapjának testvére volt, és az a Hollósi János az én dédapámnak volt testvére. Lauri Nyecpál 20 éve eredt rokonai nyomába. Azt mondja, aki ezt egyszer elkezdi, nem bírja abba hagyni. Nyugdíjba vonulása óta napi 10 órát foglalkozik családfakutatással. Ám addigra a rokonságból csak 3 személyhez fordulhatott értékes információért. Tőlük próbálta megtudni, hogy ki az a csődörös, akit oly sokszor emlegettek gyermekkorában. A családját az sikerült fölkutatni Szegeden, és akkor ezen a vonalon aztán egyre szélesedett a családfa. Ugye, mikor az ember beszél valamilyen öreg emberrel, akkor azoknak ugye minden itt van a fejükben, nem a számítógépen. És aztán az ember csak hallgatja, próbálja megjegyezni. Idő arra nincs, hogy lejegyezze az ember, és akkor hazajön, és akkor elkezd kutatni. Több mint 90 taggal rendelkezik a Családfakutató Klub. Az egész országból vannak tagjaik. A klub vezetője 2022 fő feladatának Schwab őseik felkutatását nevezte. A mai nap programja egy kis újraélesztés lesz itt a pandémiás időszak után. Tehát egyrészt megbeszéljük az elkövetkezendő időket, hogy mit leszünk képesek megcsinálni a bezártság után. Van néhány elmaradt
programunk is, hiszen a sváb őseinket szeretnénk felkutatni, szeretnénk ezügyben elmenni, megnézni azt a bárkát is, amivel jöttek a dunai svábok. A nagy érdeklődése való tekintettel a klub idén elindítja a mentor programját. Van, aki csak levéltárban szeret kutatni, van, aki csak helyben szeret kutatni, és van, aki az interneten szeret kutatni. Az újaknál pedig egészen különbözőek a feltételek, hogy honnan indulnak. Úgyhogy egy ilyen személyes mentorálási programot fogunk beindítani, hiszen négy szemköz szívesebben kérdez mindenki a saját mentorától. A mentorok közül többen bemutatkoztak a paksi könyvtárban tartott foglalkozáson. Így az érdeklődők már találhattak maguknak olyan szakembert, aki segít nekik felkutatni családfájukat. A helytörténeti tevékenységről, mint szenvedélyről, valamint az Eltűnt városkép nyomában című sorozat kulisszatitkairól beszél dr. Hanol János a legfrissebb palettában a Kulturális Magazin csütörtökön a híradó után tekinthető meg. Nagyszüleinél került kezébe először dr. Németh Imre Paks monográfiája, és gimnazista korában szerezte meg helytörténeti gyűjteménye első képes lapját dr. Hanol János, aki gyermekkora óta vonzódik a régészethez, ezen az sem változtatott, hogy a jogi egyetemet végezte el. Jelenleg a polgármesteri hivatal kommunikációs csoportját vezeti, de szenvedélye továbbra is töretlen, gyűjteményének darabjai több paksi kiadványban megtalálhatóak, a nevével fémjelzett Eltűnt városkép nyomában című értékmentő sorozatot pedig hétről hétre figyelemmel kísérhetik a telepaks nézői. Nagyon örültem ennek a megkeresésnek, amikor szóba került, hogy a már korábban paksi hírnökben nyomtatott verzióban megjelent cikkeket forgassuk meg, és egy vizuális formában is megmutassuk, hiszen nagyobb lehetőségeket rejt, jobban be lehet mutatni egy-egy épület történetét, sokkal több képet meg lehet mutatni, a hátterét, illetve egy interaktívabb formában, idézetekkel, sétálva, beszélgetve, ez akár érdekesebb lehet fiatalok számára is, hiszen lehet, hogy a száraz szöveg a hírnökben az úgy átlapozódik, de így kinyílik egy másik korosztály számára is, és érdekes lehet a város múltja. Dr. Hanol János számos pozitív visszajelzést kap a sorozat kapcsán, megesett, hogy újabb relikviákhoz is jutott a műsornak köszönhetően. Gyűjteményét tovább szeretné gyarapítani. Örömmel veszem, amikor ha megkeresnek, hogy akár például lomtalanítás, vagy egy hagyatéknál, hogy ne a kukába kerüljön, ne a szemétbe kerüljön egy régi papír, paksról, vagy egy ott már semmit nem jelentő fotó, ami esetleg nagyon nagyobb értéket is, eszmei értéket, kulturális értéket hordoz magában. Ezeket én szívesen átveszem a gyűjteményembe. Csütörtöki Paletta magazinunkban többet is megtudhatnak dr. Hanol Jánosról, aki elárulja, honnan szerzi be a relikviákat, hogy mennyit kellett fizetnie a legdrágább képeslapért, illetve hogy mit szól szenvedélyéhez a családja. Farsangi túrát szervez az Ürgemezőre az Atomerőmű Sport Egyesület szabadidős sport szakosztálya és az Ökocsiga Játszóház február 19-én 14 órától. Kellemes séta mellett kincskeresés és zsákba macska is várja a túrázó gyerekeket, akik állatos jelmezben érkeznek, azok külön jutalomban is részesülnek. A túra a tekézőtől indul. 40 évesen szerezte első magyar bajnoki címét sakkozásban Ács Péter, az Atomerőmű Ese nemzetközi sakknagymestere a Lelátó című sportmagazinban beszélt a megmérettetéssel kapcsolatos élményeiről. 2021. decemberében szerezte meg első egyéni felnőtt bajnoki címét Ács Péter, az Atomerőmű Ese nemzetközi nagymestere 5 győzelemmel, 3 döntetlennel és egy vereséggel nyerte a versenyt. Az ifjúsági sakk-európa-bajnok, junior sakk-világbajnok, felnőtt sakkolimpián a magyar válogatott tagjaként csapatban ezüstérmes Ács Péter 40 évesen szerezte első magyar bajnoki címét. Azzal a vággyal indultam el ezen a felnőtt magyar bajnokságon, hogy a 9 fordulóból legalább 1-2 győzelmet szeretnék aratni, de nyilván nem én vagyok az esélyes, sőt nem is valószínű, hogy a mezőny első felében végzek. Ehhez képest 9-ből 5 győzelem.
ráadásul jól is játszottam. Tehát kicsit sikerült megvillantani valamit abból a formából, amit ahogy 20 évvel ezelőtt sakkoztam, de természetesen azért tisztában vagyok a saját korlátaimmal, ez még nem az a szint. Ács Péter a magyar férfi sakválogatott szövetségi kapitányaként készül a csapattal a 2022-es moszkvai sakkolimpiára és a 2024-esre is, amelyet Magyarországon rendeznek meg. Emellett egyéniben is megmérettetni magát tavasszal a kiváló sakkozó. Következő lépésként saját magam elé is állítottam egy még nagyobb kihívást. Március végétől április elejéig rendezik Szlovéniában az egyéni Európa-bajnokságot, ahová több válogatott kerettag is, és én magam is elmegyek, és megmérettetem magam most innentől kezdve már az európai élmezőnyben. Ez erősebb lesz mindenképpen, és nehezebb, mint a magyar bajnokság, tehát ott szerintem ezen a vizsgán meg fogom látni, hogy igazából mire vagyok képes. Ács Péterrel a teljes beszélgetés visszanézhető a Lelátó című sportmagazinban, a Telepaks YouTube csatornáján és a telepaks.hu oldalon. Szerdán este változóan felhős idő várható, majd késő estétől erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, zápor a csütörtök reggeli óráktól fordulhat elő. A délnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2-5 fok között alakul. Csütörtökön napközben felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Napközben eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!